103 éve, vagyis 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, melynek értelmében Magyarország elveszítette területeinek kétharmadát és a lakosság közel 65%-át. 2010 óta erre az eseményre a Nemzeti Összetartozás napjaként emlékeznek meg hazánkban, így Tolnán is. A Hősök terén először Komáromi János szavalta el Hazám című saját versét. Hazám. Ha azt mondom, hazám, mit mondok akkor? Mondom, az ég sosem volt kékjét, füvek édesen zöld illatát. Mondom, a levegő anyatej ízét, földek szülői bánatát. Elmondom, a kalászok rengetegében megbúvó búzavirágot. Elmondom, a hólepel alól kibukkanó, csontvászszerű akácot. Ha azt kiáltom, hazám, mit kiáltok akkor? Kiáltom harcokban megfáradt nomád népek nyugalmát, kiáltom bezúduló, még vad hadak pusztító dúlását. Kikiáltom a szabadságunkért életüket adók néma sikolyát. Kikiáltom a fehér, a vörös és minden más színű terror iszonyát. Ha azt súgom, hazám, mit súgok akkor? Súgom szeretettel ölelő folyók égszínű lankás habjait. Súgom mosolygó dombok, hegyek útra csábító hangjait. Belesúgom a sötét barlangok nedves csendjébe titkaim. Belesúgom gyógyító hőforrások gőzölgő mélyébe bánataim. Ha azt hallom, hazám, mit hallok akkor? Hallom gyermeküket altató anyák lágyan mosolygó dalát. Hallom ártatlanokat pusztító harcokba indulók sóhaját. Meghallom, ha ismerős csillagok fényét nézni hívnak kristályfényű esték. Meghallom, ha egymásnak égi titkokat súgnak villámröptű fecskék. Az előadást követően Weisz Péter, a Tolnai Gimnázium történelem tanára szólt a jelenlévőkhöz. Egyebek mellett arról beszélt, hogy a felmérések alapján egy dologban legalább egyetértés van a nemzeten belül, mégpedig, hogy aki magyar, annak fáj Trianon. 2020-ban a Trianon 100 kutatócsoport átfogó felmérést készített a békeszerződés megítélésével kapcsolatban. Sok érdekes tanulság mellett ebből az is kiderült, hogy a válaszadók 95%-a ért egyet azon állítással, miszerint a békediktátum túlzó és igazságtalan volt. Idős és fiatal, nagyvárosi és falusi, kormánypárti és ellenzéki álláspontja közt nem volt releváns különbség. Úgy tűnik tehát, hogy a sokszor végletekig megosztott nemzetünkben ez az egy állítás még közmegegyezésnek számít, mint ahogy az elsőprő többség azzal is egyetértett, hogy aki magyar, annak fáj Trianon. De mit is fájlalunk ilyenkor? Hiszen régen volt, több mint 100 éve. Alig, ha nem gyászoljuk hajdani nemzeti nagyságunkat, mikor talán a történelemnek inkább voltunk alakítói, mint elszenvedői, nosztalgiát érezve egy olyan kor iránt, melyben sosem éltünk. Aztán gyászolunk hegyeket, erdőket, mezőket, a csíki havasokat, a deliblát homokját, a csallóköz síkját. Tájakat, amiket jól ismerünk, és tájakat, ahol sosem jártunk, mégis magunkénak érezzük. Gyászoljuk elpusztított, elherdált örökségünket. Balkánivázű üllesztett városok, elbontott szobrok, elorzott templomok, düledező kastélyok mutatnak rá kérlelhetetlenül Kárpát-medencei térvesztésünkre. De leginkább talán mégis honfitársainkat gyászoljuk. A százezreket, akik Trianon után földönfutóvá váltak, és sokszor évekig nyomorúságos vagonlakásokban tengődtek, és a milliókat, akik akkor a másodrendű állampolgár szerepével voltak kénytelenek megismerkedni, és akiknek kálváriája ezzel korán sem ért véget. Weisz Péter úgy folytatta, hogy ilyenkor azokra a délvidékiekre is emlékezünk, akiket 44-ben szerb partizánok lőttek agyon. A kárpátaljaiakra, akik sosem tértek haza az orosz munkatáborból, a Benes dekrétumokkal kisemmizett, elüldözött felvidékiekre, a Ceausescu rezsim alatt román börtönökben megnyomorított erdélyekre, emlékezünk a 90-es évek magyar veréseinek áldozataira, azokra,
akiket nyelvtörvényekkel lehetetlenítenek el, akiket tegnap bántalmazás ért származásuk miatt, és azokra is, akiket holnap bántalmazás fog érni. Trianonon ugyanis ezért nehéz túllépni. Trianon azért fáj még mindig, mert azóta is minden nap megtörténik velünk. De pont ezért, ellentmondásos módon, a fájdalom akár jót is jelenthet. Mint tapasztaltuk, hogy fagyos téli estéken a hideg először végtagjainkat, újbegyeinket járja át. Ha a hőmérséklet nem változik, a kellemetlen érzés először mérsékelt, majd erős fájdalomba csaphat át, mintha ezer tűvel szurkálnák a bőrünket. Az ember ilyenkor ösztönösen a tenyerét dörzsöli és lehelgeti, pedig ha hagyná, hogy a fagyás egyszerűen tegye a dolgát, egy idő után a neuronok közti információáramlás leállna, a sejtek elhalnának, és mi búcsút inthetnénk a fájdalomnak. De vele együtt az ujjainknak is. Ha fájdalmat érzünk az elszakított honfitársaink iránt, az tehát azt is jelzi, hogy van még mi fájjon. Hogy még mindig kapcsolódunk egymáshoz ezer kis idegszálon keresztül, amiket továbbra is melengetnünk, ápolgatnunk kell. Ha nem teszünk semmit, elhalnak. És mégis, mintha kevésnek éreznénk, hogy jelenleg csak 8 felé van szakítva az egykori Magyarország, hangya szorgalommal dolgozunk egy újabb törésvonalon. A sokszor polgárháborús hangvételű pártpolitika harsog Facebook hírfolyamokon, tesz tönkre barátságokat, mérgezi meg a vasárnapi családi ebéd hangulatát. Hozzátette, sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a túloldalon ugyanúgy honfitársaikat találják. Ez határozza meg ma már gondolkodásunkat filmekről, zenéről, országokról, emberekről, gyakran elfeledve azt, mi minden köt össze minket. Vasa Albert egyszer azt írta, a hazaszeretet ott kezdődik, mikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek. Ám azt is hozzátette, ezt olyan nehezen értik meg az emberek. Egyszer régen olvastam a Mexikó déli részén eltűnő félben lévő Ayapeneco indiánokról. Közülük már csak ketten ismerték őseik nyelvét, de bár csupán pár száz méterre éltek egymástól, nem beszéltek a másikkal. Állítólag még csak haragban sem álltak, egyszerűen nem volt már mondani valójuk a másik számára. Ne legyünk olyanok, mint az Ayapeneco indiánok. Vigyázzunk a kapcsolatainkra, határainkon innen és túl, és építsünk újakat. Vigyázzunk a kapcsolatainkra, vigyázzunk tetteinkre, vigyázzunk szavainkra. Kevesen vagyunk, vigyázzunk egymásra. A rendezvény zárásaként a jelenlévők megkoszorúzták a trianoni emléktáblát.